Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Magamról egy-két gondolat. Én 1987 óta kezdtem el foglalkozni emberekkel. 91-től van saját szervezési csapatom. Azóta a vezetésemmel 4 különböző területen lettünk piacvezetők. 93-ig voltam egyéni vállalkozó, utána pedig cégtulajdonos, tehát azóta cégtulajdonos. 14 cégalapításban vettem részt tulajdonosként. Több pénzintézetet is alapítottam a múltban. Konkrétan vagy 6-ot, vagy 7-et, nem is tudom. És ugye pénzügyi területen is sikerült 3 piacvezetői pozíciót elérni. De csináltam, kezdtem egy váltást 98-tól, és a váltás, valakinek megy a Skype-on a hangja, a váltás, az a teljes váltás az 2010-re történt meg. 2010-től foglalkozok olyan dolgokkal, amit előtte kizárólag vezetőknek nyújtottam, tanítottam, és 2010-től tanítok olyan dolgok. Nincs hang a Skype-on. Nincs hang a Skype-on? Hát, akkor így jártatok. Most már van. Ja? Most már van. Mi nem szóltatok előbb? De meg kellene nézni, mielőtt kezdenénk, hogy van-e a Skype-on hang. Most már van hang, nem? Igen. De most már vissza. Vissza kellett, hogy jöjjön. Oké. Jó. Jó, tehát 2010-től kezdtem el olyan dolgokat tanítani mindenki számára, amit előtte a vezetőknek tanítottam. És hát ugye kezdetben ez a 2010-es nyitás, hogy tudást juttassak el mindenki számára, aki úgy gondolja, hogy szeretne fejlődni és megoldani az életét. Hát ugye azóta, ugye a kezdetben egy kicsit ugye azt gondolták sokan, hogy tehát ez nem fog működni. És akkor bebizonyítottuk, hogy működik. És ma a legnagyobb coachképző szervezet vagyunk, a legnagyobb személyiségfejlesztő szervezet. Egy olyan szervezet, ahol gyakorlatilag a fluktuáció az mindössze 5%. Tehát ami azt jelenti, hogy bolygó szinten elég sok minden páratlan dolgot művelünk mostanában. Többek közt ugye ezt az alacsony fluktuációt is. De miért is csináljuk azt, amit csinálunk? Én kaptam egy látomást valahogy úgy 2010 környékén, még talán lehet, hogy azelőtt, hát nem azelőtt, hanem 2010 környékén, avval kapcsolatban, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie, és ehhez képezni kellene az embereket, hogy bejussanak az aranykorba. Ugye én előtte is már ilyen dolgokkal foglalkoztam, hogy személyiségfejlesztés is benne volt ugye a képzések körében, amit csináltam. És ugye ebben a látomásban az volt, hogy ennek a bolygónak ugye nem ez a szerepe, ami most van, hanem ennél több.
és hát ugye lejárt az idő, tehát a vaskor elvileg befejeződött. Mit jelent a vaskor? A vaskor azt jelenti, hogy nem fém megmunkálás, mint amit tanultunk ugye a történelemben, hogy mit, vaskor és bronzkor, mert ugye a fém megmunkálással kapcsolatban tanultuk ezt, hát ez nem így van. A szellemi fejlettséget mutatja a különböző korszak. Az aranykor az a legmagasabb szellemi fejlettség. Egyel alatta az ezüstkor, egyel alatta a szellemi fejlettségben a bronzkor, és egyel alatta a vaskor. Tehát most vaskort éljük a legalacsonyabb szellemi fejlettségi szinten. Ez azt jelenti, hogy ugye van egy körforgás ennek a korszakoknak, és az a körforgás, hogy aranykor után jön az ezüstkor, az ezüstkor után a bronzkor, a bronzkor után az aranykor, vagyis a vaskor, és a vaskor után az aranykor. De ugye egy olyan módon történik ez, hogy ez egy visszafejlődés, ha megnézitek. Tehát az aranykorból történő visszafejlődés. Tehát legalábbis a történelmi időkben ez így volt. És hát ezek a korszakok különböző hosszúságúak voltak itt a Föld történetében. Tehát ez egy szellemi visszafejlődés, az aranykorból ugye a vaskorba jutás. És a szellemi visszafejlődés részeként, ugye ha megnézed, a vaskorból aranykor következik, az azt jelenti, hogy egy óriási ugrás. De az, hogy ez az ugrás létrejöjjön, ehhez ugye minél több embernek hát nyitottá kellene válni a szellemi dolgok irányába. Mit jelent a szellemi dolgok? Tehát ne szellemekre gondoljatok, jó? Hanem a tudat működésére gondoljatok, jó? Tehát a tudat működésére. Tehát a tudat működésének magas foka, ugye ezt jelenti az aranykor, és ugye mit jelent a tudat működésének magas foka? Az, hogy sokkal magasabb fokon művelik az emberek a gondolkodást az aranykorban, mint a mondjuk a vaskorban. Ugye a vaskorban a gondolkodásnak látható a legalacsonyabb formája, és ahhoz, hogy megtörténjen egy váltás a vaskorból az aranykorba, az kell, hogy tömegesen világosodjanak fel az emberek. Ehhez ugye nem elég az, hogy felvilágosítás. Tehát most ha azt gondolja valaki, hogy ez a felvilágosítás révén jön létre, akkor óriási tévedésben van az illető. Nem a felvilágosítás révén, hanem azáltal, hogy olyan szellemi szintre, olyan alacsony tudatossági szintre, olyan problémák közé viszik az embereket, hogy két dolog közt választhatnak, vagy meghalnak, vagy szellemileg nyitottá válnak. Oké? Tehát mit jelent a szellemi nyitottság? Tehát, hogy nyitott az ember a tudatának a fejlesztésére. Érted? Tehát a tudatának a fejlesztésére. Tehát ugye a tudatfejlesztés azt jelenti, hogy minél magasabb szinten, ugye az imént már említettem, legyen képes a gondolkodásra. A gondolkodás révén pedig az ember képes a pozitív teremtésre, és nem a rombolásra. Tehát a negatív teremtés az a rombolás, és akkor képes egy fejlett lény, tehát egy tudatossággal rendelkező lény, akkor képes a rombolásra, hogyha nem képes a gondolkodásra, és ösztönösen
cselekszik, és semmi más nem működik az ösztöneiben, csak a túlélés. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy a túlélés érdekében minden mást képes feláldozni. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a történelem során voltak olyanok, hogy most gondold végig, hogy a legnagyobb bűn a gyilkosság. Tehát a gyilkosságot kifejezetten emberekre mondják. Tehát te egy állatot nem meggyilkolsz, hanem megölsz. Érted? Tehát amikor gyilkosságról beszélünk, akkor kifejezetten az emberölésre gondolunk. Oké? Tehát az emberölés az a gyilkosság. Jó? Az összes többi ölés, ami nem emberrel kapcsolatosan, az nem gyilkosság kapcsolatos, az nem gyilkosság, hanem ölés. Csak hogy ezt rendbe rakjuk. Tehát a fő bűn az a gyilkosság. Oké? Most mindegy, milyen szempontból történik ez a gyilkosság, jó? Az emberölés az gyilkosság. Tehát ugye miért mondom ezt? Mert a történelem során voltak olyan időszakok, ahol például a túlélésük véget megölte és megette a másik embert. Érted? Ezt úgy hívják, hogy kannibalizmus, de ez főbűn. Az a túlélése érdekében egy ember megöl egy másik embert, az gyilkosság. Világos ez? Akármilyen formát nézünk, teljesen mindegy, ha azért öli meg, hogy ő túléljen, akkor is gyilkosság. Világos ez? Tehát ezt azért mondtam, mert az ember ilyen dolgokra is képes, hogyha ezt jobban megnézed, és egy kicsit visszanézel a történelembe. Tehát a túlélése érdekében egy ember a fő bűnökre is képes. Érted? Méghozzá akár tömeggyilkosságra is képes a túlélése érdekében. Most ha ezt megnézitek, ennek mi köze valamilyen tudatossági szinthez, vagy a gondolkodáshoz? Mi köze? Tehát amikor egy ember mondjuk gyilkol, akkor még nem volt olyan, hogy valakire azt mondták volna, hogy elgondolkodott és meggyilkolta. Tehát ilyen nem van. Tehát nincs olyan, hogy gondolkodik és meggyilkolja, érted? Tehát az, mikor valaki valakit meggyilkol, az ösztön. Világos? És túlélési ösztönből gyilkolja meg. Tehát a túlélési ösztöne működik. Tehát ezt azért mondom, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a túlélési ösztön mit képes egy emberből kihozni. Tehát most gondold végig, ha ezen a földön mondjuk éhínség lenne, akkor az emberek egy jó része fogná, és megölni a másikat azért, hogy élelemhez jusson. Érted? Na most ez a tudatnak a legalacsonyabb szintje, érted? És e felé megy az emberiség. Tehát e felé megy az emberiség. Tehát eddig nem olvashattál olyan cikkeket, mondjuk 2020-21-ig, hogy kannibalizmus. Már felvetődik az a kérdés, hogy a bolygón éhínség lesz, és ezáltal kannibalizmus lesz. Tehát az, hogy hogy a bolygón éhínség legyen, ez fel sem vetődött ezelőtt pár évvel. Most azóta vetődött föl, mióta ez a háború van. Tehát gyakorlatilag egy éve kezdődött ennek a felvetése, hogy elkezdtek cikkeket írni ezekről a dolgokról, elkezdtek ezekkel foglalkozni, előtte soha nem olvashattál ilyet. Gondold végig. Na most azt tudjátok, mikor elkezdenek ilyenekről beszélni, akkor az azt jelenti, hogy haladunk afelé. Haladunk afelé. Tehát ugye, de miért
történnek ezek a dolgok. Mert ugye az imént említettem, hogy az embernek, ha gondolkodik, a gondolkodása révén teremt és nem rombol. Tehát teremt és nem rombol. Tehát ezen a bolygón azért, igaz, azért van az, hogy már cikkeznek ilyen dolgokról, hogy kanibalizmus, hogy várható kanibalizmus, meg együnk bogarat, meg ilyen baromságok, érted? Mert afelé haladunk, hogy olyan mély tudatossági szintre süllyednek az emberek, ahol arra nem lesznek képesek, hogy a saját túlélésüket hagyományos módon biztosítsák. Tehát ha megnézed, itt van Európa. Európa van ezzel kapcsolatban a legrosszabb helyzetben. Azért, mert itt van egy olyan népesség, egy viszonylag stabil népesség, az azt jelenti, hogy nem a bevándorlókkal teli népesség, hanem akiknek az őseik is itt éltek. Ugye Amerikában nincs stabil népesség, mert ott az egész amerikai lakosság az bevándorló. Úgy, ahogy van, abból a szempontból részletkérdés, hogy mikor vándoroltak be. De az biztos, hogy az elmúlt évszázadokban folyamatosan bevándoroltak, és jelenleg is nagy létszámú bevándorlás, főleg spanyol ajkú bevándorlás folyik. Tehát amikor például tanultuk, hogy mennyi Amerika lakossága, 220 millió volt még ezelőtt 40 évvel, most ez 300 millió. Na most nem azért, mert ennyi ember született, hanem azért, mert ennek nagy része bevándorló. Oké? Na most ezáltal ugye ha megnézzük, a stabil népek, tehát népek, az amerikai nép az nem nép, jó? Az bevándorlók tömkelege. Oké? A nép az, akik azon a területen élnek évszázadok vagy évezredek óta, érted? Az a nép. Ott volt egy indián nép, akit kiirtottak. Oké? Na az volt ott a nép. Oké? Azt fogták, azt kiirtották. Tehát az egy nép volt. Tehát itt Európában még mindig népekről beszélünk, és ha megnézzük az európai államokat, akkor az európai államok, most kivesszük az USA-t, mert az nem nép, jó? Tehát az nem nép. Kanada sem nép, Egyesült Államok sem nép, és Mexikó sem nép, mert az egész az mind bevándorló. És ugyanúgy megnézhetjük ezt Dél-Amerikát, ugyanaz dettó, az egész az gyakorlatilag bevándorlókból van. Tehát hogyha konkrét népet nézünk, népeket nézünk a bolygón, akkor az egész amerikai kontinenseket kivehetjük, maradnak a többi kontinensek, és azok közül a legmagasabb életszínvonalat Európa érte. Oké? Tehát a népek közül az európai népek értek el a legmagasabb életszínvonalat, átlagosan, nyilvánvaló. Oké? Tehát ugye Japánban is magas az életszínvonal, de az csak egy nép Ázsiából. Oké? Itt meg gyakorlatilag az egész európai lakosság, azaz a föld átlagos életszínvonalánál jóval magasabb életet él. Oké? Na most, de ez azt is jelenti, hogy az európai népek esetén ugye ez a magas életszínvonal, amit az európai népek elértek a többiekhez képest, ez ugye mit eredményez? Azt eredményezi, hogy az európai népek a magas életszínvonal miatt nem akarnak olyan munkát végezni, ami már
munkás. Nem tudom, elég világos vagyok. Tehát az azt jelenti, hogy úgy, ahogy van tokkal vonulva az egész európai lakosság, az ellustult, főleg az olyan munkáktól lustult el, ami ilyen alantasabbnak tekinthető már. Megnézed, Európában az összes alantas, nyugaton, az összes alantasabb munkát, az mind bevándorlók végzik. Mind. Na most, hát ha megnézed, például beszélsz olyan emberekkel, akik mezőgazdaságból élnek, akkor megtudod tőlük, hogy nem tudnak fölvenni alkalmazottat, csak és kizárólag nem idén barnultakat. Érted? Mert mit tudom én, gyümölcsöt szedni már nem akarnak a fehér emberek. Világos ez? És az olyan munkákat, amilyen ilyen bérmunkaszerű, azt ugye az egész Európára nézve, nyilván még tőlünk keletebbre egy kicsit más a helyzet, de ott se sokáig, megnézzük, gyakorlatilag a fehér ember nem akar már olyan munkát végezni, amit régebben simán végzett. Tehát még a szocializmusban simán szedték az almát az emberek, érted? És most már mondjuk az alma szedéskor nem tudnak fölvenni fehér embereket. Érted? Tehát most ez az egész nép, az összes beleértve, mondhatjuk azt, hogy az európai embernek büdös a munka, így van. Főleg a kicsit büdösebb munka büdös, tudod. Mert ugye a rohadt almának például már szaga van, tudod, de azt is le kell szedni, mert a léalmában az is jó. Tehát lényeg az, hogy ennek köszönhetően Európa nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni. Érted? Tehát elsősorban Európa fog nehéz helyzetbe kerülni, mert nincs, akik elvégezzék a kuli munkát, ahogy szokták ezt mondani. Na, ezt fordítsa le a fordító, a kuli munkát. Szóval gondold végig, és emiatt nagyon nagy gondok lesznek. Tehát van egy felmelegedés, amit generálnak, jó? Maradjunk ennyibe. Tehát nyilván van egy természetes felmelegedés, erről már beszéltem, de az a mértékű felmelegedés, hogy például jön valaki február közepébe Svédországból ide, és akkor Svédországban 17 fok van. Röhely. Érted? Tehát február közepén Svédországban 17 fok. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek nem természetes változások. Tehát az azt jelenti, hogy azért van Európában ilyen meleg. Főleg ugye azokon a területeken, ahol hideg szokott lenni. Tehát ha megnézitek, Ukrajnában volt 2 centi hó, érted? Vagy 3, ahol méteres havak szoktak lenni. Tehát az azt jelenti, hogy befolyásolni tudják az időjárást. Elsősorban ugye a legjobban befolyásolni
az USA tudja. Ezt úgy hívják, hogy HARP, a HARP-al, utána tudsz nézni, H-A-R-P, jó? Az interneten utána tudsz nézni annak, hogy HARP, a weboldalunkon is van erről információ, jó? Tehát HARP a legnagyobb időjárás befolyásoló telepük az USA-ban van, Alaszkában, hát Alaszkában, tehát hullámokkal a felső légkört tudják bombázni, és az megváltoztatja az időjárást. Ennek, mit tudom, létre tudnak hozni ezekkel különböző viharokat, felmelegedéseket, lehűléseket, esőzést, havazást, amit el tudsz képzelni, mindent. Nem hiszed, mondom, járj utána. Na most, és ugye tél van, és az oroszoknak jó jött volna a hideg, ugye ők szeretik a hideget, nekik nem gond, úgy van a fegyverkészletük is megcsinálva, hogy legyen akármilyen hideg, az működik, a precíz fegyverek azok kevésbé működnek, ugye ez bebizonyította a második világháborúban az orosz hadsereg a németekkel szemben. Na most az, hogy ne legyen hideg, azt létrehozták. Tehát hogyha nem befolyásolták az időjárást a HARP-al, akkor én bandi vagyok, jó? Tehát én olyan biztos vagyok, mint hogy itt beszélek róla, oké? Tehát hogyha csinálnánk egy statisztikát avval kapcsolatban, vagy bárki csinálna, nyilván nem fognak egy ilyet csinálni, hogy Ukrajnában melyik tél volt a legmelegebb, akkor kiderülne, hogy az idei, oké? Okay. De ugye mivel Ukrajna elég nagy, ezért az a hatás, tehát nem tudják pontosan behatárolni, hogy hol lesz az időjárás változás, ezért az kihatott máshova is természetesen. Tehát az, hogy kérdezem, aki Finnországban él, meg kérdezem, aki Svédországban él, érted, és nincs hó ezeken a területeken, érted? Nincs hó, röhely, érted? Röhely. Szóval lényeg az, hogy hogyha nem tudtad volna, hogy az időjárást tudják befolyásolni már elég régen, akkor jó, ha tudod, jó? Tehát az időjárás befolyásoló szerkentyűket még Tesla kezdte el kísérletezni, csak hogy tisztában legyetek ezzel, Tesla már sok évtizede meghalt, és ő kezdte el ennek a kísérletét, oké? Okay. No szóval akkor nézzük tovább, tehát az lesz a legnagyobb problémánk itt Európában, amit az imént elmondtam, hogy ellustultunk, és nem csinálunk már olyan munkát, mint amit régebben pár évtizeddel ezelőtt még simán megcsináltunk, oké? Okay? Akik esetleg még csináltak ilyen munkákat, azok már lassan kiöregednek, érted? És a fiatalok, azoknak eszük ágába sincs ilyen munkát végezni. Na most ez meg tudod mit jelent? Ki fog termelni? Mit fogsz enni? Mert az oké, okay, hogy behozzák a terményeket, aha, és annyit, amennyi egy, mit tudom én, egy milliárdos lakosságnak kell, mint ami ugye Európa lakossága, oké? Okay. Tehát ha megnézed, annak idején vonattal mentem le Szabolcsba, ugye a rokonokhoz, és végig utaztam egész Budapesttől, ugye az ország keleti csücskébe, a legtávolabb pontba utaztam, ugye ezt úgy hívják, hogy Tiszabecs, az akkor 360 km volt,
És én végig azt láttam gyerekkoromban, hogy a földeket művelték. Most már ugye nem megyek vonattal, autóval megyünk, de alig látok ahhoz képest művelt földeket, érted? Tehát végig az egész ország művelve volt. Most parlagon hevernek a földek. A földek nagy része. És ez nem csak nálunk van így, hanem egyre több országban. Miért? Nagyon egyszerű, mert nincs munkaerő. Érted? Miért nincs munkaerő? Mert azokat a munkákat nem végzik el a fehér ember. Oké? Na most, de azzal az a baj, hogy oké, hogy nem végzik el a fehér ember. Tehát, hogyha importálják az emberállományt olyan helyekről, ahol még szeretnek dolgozni az emberek, az egyre kevesebb a bolygó. Érted? Tehát egyre több olyan régió van a bolygón, ahol az emberek már nem szeretnek dolgozni. Vagy ha dolgoznak, akkor mondjuk Kínából kéne importálni embereket. Vagy Ázsiából, Ázsiának a sárga részéről. Nem a barna részéről, hanem a sárga részéről. Mert ugye Ázsiának van barna része, meg sárga része. És a sárgák azok szeretnek dolgozni. És azok még dolgosak. Mert hogyha barnákkal akarunk dolgoztatni, abban sok köszönet nincs. Én már dolgoztattam barnákkal, hát nem sok köszönet volt benne. Oké? Nem egyszer, nem kétszer dolgoztattam barnákkal. És lehet, hogy kétszer. Jó? Tehát, és nem sok köszönet volt benne. Szóval a lényeg az, hogy nem véletlen az, hogy itt beszélnek ilyen dolgokról. Most például mondok egy példát. A földterületek, tehát a megművelhető földterületeket fölvásárolták Amerikába. Azt mondja, kivásárolta föl? Bill Gates. Ja, Bill Gates. És valami, nem is tudom, nem is tudom hány százalékát, de igen, igen, tetemes százalékát, és nem termel rajta semmit. Jó? Tehát semmit nem termel rajta. Tehát az azt jelenti, hogy ott se lesz sokkal jobb a helyzet, csak hogy átlássuk. Tehát ennek a melegedésnek a következménye, amit mondom, direkt csinálnak a melegedést. Miért? Hát, hogy lehessen erre a klímakatasztrófára hivatkozni. Érted? És ezzel meghűítsék az embereket. Tehát az időjárás befolyásolásával ezt meg lehet csinálni, hogy melegedjen a bolygó. Tehát ennek révén ugye a klímakatasztrófa okán mindenféle szankciót ki lehet majd találni. Érted? És az a baj, hogy igazam lesz, tudod? Ezekben én nem szoktam tévedni. Tehát nem majd egyszer fognak a klímakatasztrófára hivatkozva szankciókat bevezetni, hanem itt kopogtat az ajtón, érted? Na most gondold végig, ilyen baromságot elhisznek az emberek, hogy a tehén emésztésével metángázt bocsájt ki. Érted? És a metángáz, amit a tehenek kibocsájtanak, az tovább súlyosbítja a klímakatasztrófát. Érted? És ezt az emberek elhiszik, hogy a tehén az metán pukizik. Érted? Ezt a marhaságot elhiszik. Eddig több tehén volt, mint manapság. Így van. Na most gondold végig,
a metángáz a föld mélyéről jön, és évmilliók alatt alakul ki. A tehén meg egy étkezés alatt kialakítja a metángázt. Tehát a zsenik a tehenek, hát erre azt tudom mondani, érted? Zsenik. Tehát amik évmilliók alatt alakultak ki, azt a tehenek az egy étkezés után kialakítják. Hát szóval, és ezt az emberek, ezt a marhaságot elhiszik. Érted? De voltak olyanok, akik gyerekkoromban kipróbálták, hogy az ő gázuk ége. És hát nem tudom, de... Hát én nem tudom, de a szörtelenítésre az jó. Azért éget, ma a szőr éget. Szóval... És mondom, ezt a marhaságot az emberek elhiszik, érted? És emiatt lehet olyat csinálni, hogy visszafogni a teheneknek az létét, érted? A tenyésztését, így van. Még jó, hogy van egy India, ahol szent állat. És ott lehet elég tehén. Csak azt nem lehet megenni. Hát majd lehet, hogy ráfancsalodnak. Most mondok ebben, azt mondom, nem lehet megenni, jó? A hunoknál, ugye azok az őseink, a hunok, a hunoknál a medve az egy szent állat volt. Oké? Ezáltal nagy éhínségek voltak, és nem ették meg a medvét, mert szent állat volt. Addig, míg valaki ki nem találta, hogy akkor csökkentsük az éhínséget avval, hogy megesszük a medvéket. És onnantól lett medveevés, és az rendszeresen medve torokat csináltak, olyan, mint most a disznótor, érted? És a medveevésből, képzeld el, alakult ki az év kifejezés. Tehát rendszeresen voltak medvetorok, úgy, mint disznótorok. Tehát a disznótorokat ugye hogy csinálták? Azt mondja, hogy novemberben, milyen napon? Hogy hívták Marian? Mariannak a nagyapját. András napon, igen, köszönöm. András napon, jó, az András tudja, hogy András napon, igen. András napkor vágták mindig a disznót, tehát évente egyszer. Érted? Mindig. Tehát a disznótor az évente egyszer volt. De nem úgy volt, mint mostanában, hogy rendszeresen volt disznó vágás, érted? Akkor évente egyszer volt, és mindig András napkor. És ugye ezért, ugye ehhez hasonlított a medvetor is, és azt is ilyen 12 hónaponta csináltak, és abból lett az év kifejezésünk, a medve evésből, jó? Na mindegy, de ez részletkérdésemvel kapcsolatban. Szóval gondoljuk végig, hogyha majd ők is úgy járnak, mint annak idején a hunok, őseink, hogy éheznek és a szent állatot kell megenni, akkor majd megeszik, jó? Na most egy érdekes világban élünk, ahol az emberekkel el lehet hitetni nagyon sok mindent, hogy ugye manipulálhatóvá váljanak, de hát gondold végig, amikor az emberek így elhisznek ilyen baromságokat, mint a tehenek metángáz termelése, akkor ugye meg tudnák azt csinálni, hogy a segükbe tudnak egy csövet, és akkor gyűjtik a metángázt, és akkor milyen olcsó gáztermelés, mert hiszen melléktermék. Nem, hát adnák közben a tejet, érted? Hátul meg gáztermel.
ha ez így lenne, tudod, persze, hogy nem így van. Szóval az emberek minden hülyeséget elhisznek, és ezáltal bepalizhatók, és olyan problémákat idéznek nekik elő ezáltal a bepalizás révén. Tehát most gondold végig, régen úgy működött, hogy az embereknek volt saját problémájuk, tehát saját problémájuk, ez a saját probléma volt 2-3. Egy ember képes arra, hogy a saját problémáját, a 2-3-at megoldja, érted? És onnantól kezdve boldog volt, mert megoldotta a problémáját, és nem volt több probléma. Érted? Ha megint jött egy-két probléma, azt megint megoldotta, és akkor az emberek jó hangulatúak voltak. De most olyan jel, annyi minden problémát zúdítanak rá az emberekre, amit ők nem tudnak megoldani. Na most a probléma például ez a megnézett 2020-tól, mekkora probléma volt a Covid. Érted? Putyinnak egészségügyi Nobel-díjat kéne adni, mert megszüntette egyik napról a másikra a Covidot. Nem? Szó szerint. Na most lényeg az, hogy gyakorlatilag az emberek ebben a Covid kérdéssel tudtak valamit kezdeni? Nem. Akkor ebben a háború kérdéssel tudnak valamit kezdeni? És nem csak ez van, hanem ugye ebben a klíma kérdéssel tudnak valamit kezdeni? Nem. És mit érnek el? Tehát egy csomó olyan dolgot zúdítanak rá az emberekre, olyan problémát, amivel az emberek nem tudnak mit kezdeni. Tehát régen nem volt ilyen. Lehet, hogy mit tudom én, ugyanúgy volt haláleset a világ másik felén, akár meghaltak 10-100-an, 1000-en, de az emberek nem tudtak róla, érted? Tehát van egy dolog, egy alapvető dolog. Amiről nem tudsz, az nem idegesít. Oké? Nem? Nos, nem jó az, hogy nem fáj, mert azt nem értik. Érted? De az, hogy nem idegesít, azt értik. Tehát ez azt jelenti, hogy amiről nem tudsz, az nem tud téged idegesíteni. Minél több dolgot nyomnak az arcodba, ami idegesít, hát annál idegesebb leszel, annál stresszesebb leszel. És a stressz hatására annál lejjebb és lejjebb kerül az ember tudatossága, érted? Tehát ha megnézed, mondhatjuk azt, hogy a betegségek nagy része, ami most a bolygón van, az a stressz következménye. Jó? Persze vegyük ki azokat a betegségeket, amit fogják, azt létrehozzák direkt. Tehát direkt, mint például a Covidot is. Most már egyre többen cikkezhetnek arról, amit én mondtam akkor márciusban, hogy az egy létrehozott vírus, érted? Tehát ha jó, ha tudjuk, ha már itt a vírusnak a vírusról beszélünk. Tehát a vírus az egy program. Érted? Az egy program. Az nem olyan, mint egy baktérium, hogy egy élő organizmus. A vírus az nem egy élő organizmus. Tehát egy vírus az nem tud magától létrejönni. Az összes vírust értelmes lények hozták létre a Földön. Érted? A baktériumok azok persze szaporodnak, működnek. A vírus akkor tud szaporodni, hogyha te úgy gondolkodsz, hogy táptalajot adsz a vírus szaporodásnak bent magadban. De nem a vírus szaporodik, hanem a kóros sejtképződés szaporodik, érted? Tehát maga a vírus az akkor szaporodik, hogyha táptalajat ad, és maga a sejtszaporulat adja a vírusnak a továbbfejlődését. Nem tudom, elég világos-e. Tehát az azt jelenti, hogy ha megállna a sejtszaporulatod, akkor megállna benned a vírusnak a szaporodása is. Érted? Tehát ez nem egy élő organizmus, a vírus, minden vírust a bolygón értelmes lények hoztak létre, mert különben nem jött volna létre. Világos ez?
Tehát persze a baktériumok azok nem ilyenek, a gombák sem ilyenek, azok képesek szaporodni maguktól, az nem kell egy ember, hogy létrejöjjön, érted? Azt is létrehozták valamikor, meg de a vírust, minden vírust az létrehozott dolog, érted? Tehát ezt azért mondom, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát amikor azt mondják, hogy vírus, akkor mindig tudnod kell, hogy az egy létrehozott dolog, oké? Nem magától jött létre, tehát olyan nincs, hogy egy vírus úgy létrejön magától, nincs ilyen, nem létezik ilyen, jó? Ha egyszer egy vírust tehát kitalálnak, létrehoznak és elindítják a Földön, hogy kiszabadítják, na ezt a szót kerestem, kiszabadítják, akkor onnantól kezdve komoly problémákat tud okozni, érted? De az nem egy élő organizmus, jó? Tehát ezeket az emberek nem tudják, nem úgy működik, mint egy baktérium vagy egy gomba, érted? Tehát egy vírus az magától nem tud szaporodni, egy baktérium tud magától szaporodni. Gyakorlatilag a vírust a szervezetet szaporítja, nem tudom világos-e. Tehát kell hozzá egy élő szervezet, ami szaporítja. Persze állatokban is ugyanígy működik, hogyha az állatoknak hoznak létre egy vírust, akkor az állat élő szervezete szaporítja a vírust, érted? De élet nélkül nincs vírus, érted? Tehát a baktériumok azok élő szervezet nélkül is képesek szaporodni, érted? De vírust nem lehet, ahhoz kell egy élő szervezet, ami szaporítja a vírust, érted? Tehát ez olyan, mint hogy van egy számítógép, érted? Azon is a vírus és a betegségre a vírus az hasonlóan működik. Ha fölraksz egy vírust egy olyan gépre, ami nincsenek programok, semmit nem tud vele csinálni, érted? Egy vírust úgy hoznak létre a számítógépre, hogy kifejezett program, a programok szaporítsák a vírust, érted? A programok szaporítsák. Tehát ha nincsenek rajta programok a számítógépen, a vírus nem tud csinálni semmit. És kifejezetten a programokhoz fejlesztik ki a vírusokat, érted? És az azt jelenti, hogy nem minden programra hat negatívan, ha arra nincs kifejlesztve az a vírus, hogy arra is negatívan hasson, érted? Tehát ugyanígy működik a szervezetünkbe is, hogy kifejlesztik az emberre a vírust, és utána kiszabadítják, és utána az emberek szépen ilyen-olyan módon átadják egymásnak, és mivel a szervezet, az immunrendszer nem ismeri, ezért ugye nem tud ellene védekezni, oké? De mondom, az összes vírus, amit létrehoztak, az mind kizárólag létrehozott, jó? Tehát az mind kizárólag létrehozott, bármilyen elnevezésű vírusról hallasz, azt mind létrehozták, jó? Ez magától nem jön létre, jó? És ha kitalálnak ilyen marhaságot például, hogy tudom én, jött egy vírus a meteorral, és akkor azért lett elszaporodva, érted? Mert a meteorral jött egy vírus. Hát ezt a baromságot, érted? És az emberek ezt elhiszik, ezt a baromságot. Maradjunk, hogy meteorit lett belőle, mert ugye az ért Földet, jó? Tehát a meteorit lett belőle, és az emberek elhiszik, hogy a meteor révén lejött az a vírus, persze. Jó. Küldfényt posta. Ah, igen. Szóval, ugye én kaptam egy látomást avval kapcsolatban, hogy aranykornak kell lenni ezen a bolygón, mert a vaskor után ugye aranykornak kell lennie. És ugye azóta elég sok információt kaptam ezzel kapcsolatban, hogy mint merre, meddig. De ugye itt mondom, egy érdekes dolog ez a vaskor kérdés és aranykor kérdés, hogy ahhoz, hogy az emberek
ugye szellemileg megváltozzanak, tehát megváltozzanak. Tehát ugye ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy szükségem van tudásra, ez az egyik, tehát a szellemi változás, hogy szükségem van a tudásra ahhoz, hogy fennmaradjak. Tehát hogy fennmaradja. A másik esetben ugye az van, hogy azt mondja az illető, hogy hát túlélek, de nem tudok túlélni, ezért meghalok. Tehát a bolygón, most gondold végig mondjuk a medveevésről, ami csökkentette az éhínséget. A medveevést azért kezdték el, mert leküldtek üzenetet, hogy egyék a medvét, érted? Különben nem történt volna meg ez a változás. Tehát ezáltal ugye gondolkodást változtattak az emberek. Tehát most ugyanez a helyzet, tehát ösztönösen az ember, ha nem akar tudást hozzájutni, akkor szenvedni fog. Világos ez? Ha tudáshoz akar jutni, akkor elkezd alkalmazni olyan dolgokat, amit előtte nem alkalmazott. Világos ez? Most példaként hoztam a medveevést. Az egy jó példa volt rá, hogy elkezdtek használni egy információt, hogy egyék meg a medvét, vadásszák le a medvét, érted? És onnantól kezdve megszűnt az éhínség. Érted? Tehát most gondold végig, sok ember, ha éhínség lesz, mit fog csinálni? Tényleg fog patkányt tenni, meg bogarat, meg ilyen baromságot, érted? De akkor gondoljátok végig, hogy az emberi létforma milyen alacsony szintjére süllyednek. Gondoljátok végig. Persze most valaki, mit tudom én, megpróbál optimistán nézni a dolgot, azt mondja majd, hogy tök jó lesz, mert nem lesz kövér ember. Mert attól nem fognak elhízni, az biztos. Jó, tehát akkor nem lesznek abból származó betegségek, hogy elhíztak, tudod? Na most, de ez egy kicsit morbid azért, hogyha megnézzük ezt a dolgot. Szóval egy, gondold végig, egy olyan világot teremtenek itt, ami létrehoz egy gondolkodásváltozást. Tehát vagy megmaradsz abban a gondolkodásban, amit eddig hittél, nyilván ha már PPA-s vagy, ugye akkor már neked más a gondolkodásod, de ugye én az újaknak mondom a dolgokat. Milyen újaknak? Akik még nincsenek itt tanulóként. Tehát vagy változtatsz a gondolkodásodon, és vagy a tudatosodás felé elindulsz, vagy létrehozzák neked azt, hogy mit tudom én, mondjuk bogarat tegyél, patkányt tegyél, kanibál legyél, stb. Stb. Érted? Tehát, hogy egyáltalán túlélj. Na most gondold végig, ez a túlélés kérdés egy ilyen hülye dolog. Miért hülye dolog? Hát azért, mert az ember halandó. Ugye természeténél fogva halandó. Na most azt is tudjuk, aki tudja, hogy ez az élet, a teljes életünknek csak egy kis része, egy egész pici része. Na most ezáltal, hogy ez egy pici része, a következő életünk az legalább olyan fontos lesz, mint ez. És ha az ember ebbe az életében hülyeségeket csinál, akkor nem elég, hogy ebben az életében nem lesz boldog, de hogy a következőben sem, az biztos. Na most ezáltal az ember ugye át tudja értékelni egy kicsit a jelenlegi életét, hogyha ezekkel a dolgokkal tisztában van, és azt mondja, hogy logikusan megnézve
mondom, és egy logikus dolgot mondtam, azért lesz itt éhínség, mert nincs aki termeljen, világos ez? És akkor ugye megkérdezném, hogy mit fogsz csinálni akkor? Neki állsz termelni? De sose csináltad, hogy fogsz termelni, érted? Tehát eleve honnan szerezel vetőmagot? Mikor olyan vetőmagot lehet már beszerezni, ami nem tud további vetőmagokat létrehozni, érted? Tehát az azt jelenti, hogy nem tudom, láttad de mostanában a krumplit? Nem csirázik ki. Láttad de a hagymát? Nem csirázik ki. Nem vetted észre, hogy amit veszel krumplit, nem csirázik ki? Ha tovább tartod, ha nem fogja és elrohad. Érted? A krumpli az régen nem elrohadt, hanem kicsirázott. A hagyma az nem elrohadt, hanem kicsirázott, és nem is olyan régen. Tehát amiket már eszünk, azoknak a nagy része olyan növény, nem vetted észre, hogy a narancsnak nincs magja? Nem vetted észre, hogy az almák jó részének nincs magja? Érted? Ott a magház és nincs benne mag. Tehát nem vetted észre, hogy a növények, amit megeszünk, azoknak a nagy része az egyszer él és nincs utódlás. Érted? Tehát a csírázás az az utódlás. A mag az az utódlás. Nincs utódlás. Érted? Tehát nem tudsz belőle utána ültetni. Érted? Hogy akarsz termelni, mikor nem leszel képes olyan terményeket venni, ami a következő évben is el tudod ültetni? Érted? Tehát hiába hoz mondjuk a búza búzát, azt a búzát elülteted, és ennyi, és elruhad a földben. Érted? Nem hagyd ki. Mert ugye az optimisták gondolkodnak, és azt mondják, hogy hát majd termelünk. Én nekem nem egy olyan ismerősöm van, aki hozzájutott földhöz. Érted? És minimum 5-10 év volt, mire valamilyen szinten gazdaságosan tudott termelni. Körülbelül 5-10 év volt, mire megtanultak gazdálkodni. Érted? Mind kivétel nélkül. Persze az, aki régen gazdálkodott, azok tudnának most is. De azok hol vannak már? Föld alatt. Érted? És a fiatalok bebizonyították, hogy ők nem akarnak gazdálkodni. Tudom, én most van egy, beszéltem útkor egy PPH-s család anyával, akinek a, ugye gazdálkodnak, a gyerekük az nem akar. Az nem akar gazdálkodni. Az éppen katonának akar menni. Pont most akar katonának menni, képzeld el. Most akar katonának. Már alkalmasnak is találták, képzeld el. Tehát a szülők azok ki vannak akadva, mint az inga óra. Gondolhatod. Gondolhatod. Hát ilyen butaságot csinálni, hogy most katonának menni. Hát ez ezelőtt lehetett katonának menni, ha semmi gond nem volt, de most? Szóval lényeg az, hogy azért, mert hogy jól fizetnek. És az élet? Négy órát élnek átlagosan Ukrajnában a katonák, az jó. A bevetés alatt, az jó. Átlagosan, az jó. Na szóval, de azért mondom, hogy olyan mértékű tudatlanság van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban most. De miért mondom ezeket? Mert még mindig azt mondom, hogy még mindig felkészülhetsz ezekre a dolgokra, érted? Még mindig felkészülhetsz. Csak az a baj, hogyha már ezek a gondok majd előjönnek, akkor akarsz majd felkészülni, az késő lesz. Érted? Mit jelent a felkészülés?
ha csak annyit csinálsz, hogy sokkal kevesebbet költesz és többet raksz félre, az már egy felkészülés, érted? De ugye a legjobb felkészülés az, hogyha megnöveled a bevételeidet, nem? Hát bevételt megnövelni. Tehát akik azt gondolják, hogy azok a dolgok, amit én elmondom, hát azok úgyse lesznek, akkor meg kellene hallgatni azokat a régi tanulóimat, akik elmondják, hogy amit a Miklós előre megmondott, az mindig úgy lett. Ez így van. Hát a Covid is még előbb is jött, két héttel. Így van. Még a Covid az két héttel előbb jött, mint ahogy jósoltam. Igen. Jó? Nem azt mondtam, hogy Covid lesz, hanem az, hogy nagy gondok lesznek. Igen. És nagy gondok lettek, két héttel hamarabb. Jó? Tehát lényeg az, hogy azt, hogy mik lesznek a jövőben, pontosan előre nem lehet meghatározni. De hogy nagy gondok lesznek, az biztos. És elsősorban ugye az európai népekkel lesz gond, mert gondold végig, Amerikában nagyon sok a bevándorló, ezáltal a kuli munkát, tehát az alja munkát, azt el lehet végeztetni a bevándorlókkal. De Európában, főleg itt ugye, ahol nincsenek bevándorlók, ki fogják el, kik fogják elvégezni az alja munkát? Hm? Kik? Hát ha megnézed, például mondjuk a kőműves munka, az én szerintem nem alja munka. De nem lehet találni kőműves fehér alkalmazottakat, érted? Tehát mit tudom én, mondjuk van egy kőműves vállalkozó, és nem tud fölvenni kőműves alkalmazottakat, érted? Mert nincsenek fehér kőműves alkalmazott, nincs. Nincsen. Érted? Hát nincsen. Föl lehetne venni mindenféle színes kőműves alkalmazottat, érted? Abból olyan ház is lesz, az biztos, így van. Az így van. Így van. Szóval, és pedig ugye, amikor beszéltem kőműves mesterrel, és ugye aki alkalmazottat vett föl, mondta, hogy pedig nagyon jól fizetne. És még sincs. Nincs. Nincs. Nem a ilyen munkát, tehát a ilyen nehezebb fizikai munkát nem akarnak emberek végezni. Érted? Nem akarnak. Nem akarnak. Tehát ez, én sokat építkeztem úgy, hogy saját magam csináltam a kőműves munkát, és én nem tartom alja munkának, most is például anyunál, még mikor jobb idők voltak, csináltam ugye dolgokat a házán, és most megcsinálom, semmi gond nincs vele nekem. Tehát én elvégzem a kőműves munkát is, és nem tartom alja munkának. Mégis a legtöbb ember nem helyezkedik el ilyen helyen. Érted? Pedig ugye mondjuk egy kőműves mellett mondjuk föl akar venni segédmunkást, a segédmunkás is jól meg van fizetve, ahhoz semmilyen szakértelemre nincs szükség. És nem talál segédmunkást sem. Érted? Az sem. Kevés munka, sok pénz. Tehát ami azt jelenti, hogy, komoly gondok lesznek emiatt, gondold végig, emiatt lesznek komoly gondok. Hogy az olyan munkát, ami alja munkának tűnik a lakosság nagy részének, mind ki fogja elvégezni. És ez nem csak nálunk, hanem Európa szerte. Jó, angoloknak egyszerű, mert behozzák az indiaiakat. Érted? De hát az is, hogy az is olyan színűek, akik nem szeretnek dolgozni. Hát azok se szeretnek dolgozni. Hát ugye a barnák, azok nem a munkahősei. Nem is voltak sose, nem is lesznek sose. Tehát eleve nem tudom, tudjátok-e, hogy honnan lettek a barnák. Tehát a barna bőr honnan jött, tehát ez a nagyon barna bőr. Tehát nem a feketék, a feketéket külön hozták létre. A barnák az Atlantisztról jöttek, így van.
Tehát ami azt jelenti, hogy maradék nép. És az Atlantison sáska nép megtartották őket. Oké? Okay? Tehát sáska népnek. Ugye milyen sáska nép? Azt jelenti, hogy feléli a környezetét és továbbá. És úgy jöttek át. Tehát ennyi. Biztos, hogy vannak köztük. Én nekem voltak olyan ismerőseim, akik barna bőrűek voltak, és semmi gond nem volt velük. De az a létszámhoz képest kevés. Most mondok példát, jó? Tehát a statisztikákat direkt nem vezetnek ezekről, azok tudnak beszámolni, akik voltak olyan helyen, amit úgy hívnak, hogy börtön. És a börtön nagy része az barna bőrűekkel van tele. Érted? Tehát nagyon nagy százaléka. Na most a lakosság létszámhoz képest meg kb. 10% a barna bőrű. Érted? És a börtönök nem ezt tükrözik, hanem azt, mintha fordítva lenne az arány. Érted? Mert körülbelül a 90% az barna bőrű a börtönöknek. Jó? Hát ez van sajnos. És ez nem rasszizmus, ezek tények. Jó? Tények. Jó? No. Tehát, és most nem bántani akarom bármilyen más fajt, csak most gondoljuk végig, hogy hogy lesz, mondjuk ha a világ termelését a barnákra bíznánk, akkor az egész emberiség éhe halna. Ez van. És ez nem csak a mi barnáink, hanem szerte a világban a barnák. Hát most gondoljátok végig az indiaiak, azt mondja, hogy már a legnépesebbek. Tehát már elérték Kína lakosságát. És hol vannak életszínvonalban Kínához? Sehol. Érted? Sehol. 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 Pedig Indiában baromi gazdag emberek vannak. És mindig is voltak. És általában ez úgy működik, hogy minél szegényebb a nép, a gazdagok annál gazdagabbak. Hát most gondold végig, van egy olyan cég, amit úgy hívnak, hogy Tata. Autogyártó. Nem csak autogyártó. Hát most nem is tudom, milyen megvásárlásra készül megint itt Európában, de valami hihetetlen milliárdokat akar befektetni. Tehát óriási dollármilliárdokat. Érted? Tehát biztos, hogy nem lakossági tulajdonban van. Oké. Okay. Tehát egy érdekes világban élünk, és ugye miért mondom ezeket? Tehát az életünkre az tud a legpozitívabban hatni, hogyha az ember képes arra, hogy tegye a dolgát. Mindennek ellenére tegye a dolgát. Na most az ember úgy működik, hogy az ember teszi a dolgát, és hall egy rossz hírt, és abban a pillanatban a hatékonysága az lezuhan. Érted? Akkor megint főküzdi magát, majd megint elkezdi tenni a dolgát, majd megint hall egy rossz hírt, és már is a hatékonysága az a töredékére esik vissza. Ráadásul, amikor az ember hall egy rossz hírt, akkor még baleseti hajlama is, és a betegségre való hajlama is megnövekszik. Tehát nem is elég, hogy közel sem hatékony, hanem még ezek a problémák is előjönnek. Ráadásul még az azt jelenti, hogy otthon a családi életében is elkezd hibázni. Tehát sokkal több hibát vét az élete különböző területein, azért, mert hallott egy rossz hírt. Ha ezt úgy gondolt, hogy nem így van, megmondom őszintén, teszek rá, hogy te mit gondolsz ezzel kapcsolatban, én meg tudom, hogy így van. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan létrehozzák
az embereknek a problémákat. Érted? Tehát itt vagy megtanulsz úgy működni, hogy képes legyél egy problémát, amit feléd küldenek, átlátni. Érted? Átlátni. Mert van annyi tudásod, hogy átlásd. Vagy gyakorlatilag olyan szintre süllyesztenek, ahol tényleg eléred azt, hogy két választásod van. Hogy vagy elindulsz a szellemi fejlődés útján, vagy meghalsz. És e felé megyünk, hogy ide vigyék az embereket. De azért gondold végig, azért nagyon okosan csinálják a fentiek, mert ezt nem ők érik el, hanem elérik az elnyomóink által. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az elnyomóink keményen dolgoznak azon, hogy az emberek oda jussanak, hogy legyen egy választási lehetőségük, egy döntési lehetőségük. Mert ez egy döntés, ez nem egy választás lesz. Hogy vagy föladja az életet, vagy elkezd fejlődni. És e felé megy a társadalom szerte a világban. Tehát ha megnézed, ez az általános lesüllyedés, tudatossági, tudati lesüllyedés, ez felgyorsult 2020 év elejétől. Főleg márciustól. Nagy mértékben felgyorsult. Tehát ugye a háború itt a szomszéd országban még inkább felgyorsította ezt a kérdést. Jó, és mindig ez a kérdés. Van, hogy ugye mik a megoldások? Tehát ha olyan világ van itt, akkor fogja az ember és elköltözik. Érted? Mennyire fogod tudni netántán megcsinálni? Hm? Jó kérdés, nem? De most gondold végig, ahol mondjuk itt, ami nem tudsz más tenni majd, mint bogarat, te olyan világba akarsz élni? Én biztos nem. Tehát a fehér ember eleve így működött, mióta ugye fehér ember létezik, hogyha nagyon megnehezült az a területnek a életlehetősége, akkor fogta és elköltözött. Érted? Ezt folyamatosan csinálják évszázadok, lassan évezredek óta a fehér emberek. Hogyha azon a környéken megnehezül a létfenntartás, akkor fogják és odébb állnak. De most ugye társadalmi szinten próbálják elérni, hogy ezt az emberek ne tudják megtenni, hanem inkább halljanak meg. Mert ugye miért tudtak odébb állni? Mert lehetőségük volt az odébb állásra. Hát gondold végig, hát Európából hány millió ember kivándorolt csak az USA-ba? Vagy Észak-Amerikában meg még több. Vagy hány millió ember vándorolt ki például Ausztráliába? Csak az elmúlt 100 évben. Gondold végig. Tehát, de nem csak oda, hanem szerte a világban szétrepültek a fehér emberek. És elsősorban ők csinálták ezt, nem mások. Most, mikor ugye a kínaiak jönnek ugye a világ különböző pontjára, az nudli ahhoz képest, amit a fehér ember csinált évszázadokon keresztül. Nudli. Érted? Tehát ez a megoldás. Nincs más megoldás. Vagy az a megoldás, hogy nem jön létre. Tehát most gondold végig, ha az emberek maguktól tudatosodnának, és nem annak hatására, hogy mondjuk választani kell, hogy túlél vagy meghal, tehát tudatosodik vagy meghal, akkor nem jutnának oda, hogy választaniuk kell. Érted? Tehát ha az ember önként tudatosodik, akkor nem jut oda, hogy választania kell.
Érted? Tehát ha az emberek nem jutnak oda, akkor választaniuk kell. Tehát ha minél többen tudatosodnának, akkor nem, lenne, nem kellene választási lehetőségnek lennie. Érted? Mert akkor ugye mit csinálna az ember? Például szükségében azt is csinálná, hogy azt mondaná, hogy hát ugye vannak itt Magyarországon a vállalkozók, akik mondjuk almát akarnak szedetni, akkor nincs munkám, elmegyek almát szedni. Érted? Most nem rólam beszélek, hanem érted? Másokról. De én ezt csinálnám, hogyha nekem nem lenne munkám. Csak én úgy vagyok vele, hogyha a Földön mindenki munkanélküli lenne, nekem akkor is lenne munkám. Érted? Mert nekem ez a hozzáállásom. Tehát ugye a múltkor beszámoltam róla, hogy mi az átlagnál sokkal, de sokkal többet dolgozunk. De mondhatnánk azt, hogy munkamániások vagyunk. De az ember valamit szeret csinálni, akkor nem érzi azt, hogy munkamániás lenne. Érted? Tehát mikor én azt látom, hogy emberek pihiznek, vagy látjuk a nejemmel, hogy emberek pihiznek, akkor mindig furcsán nézünk rájuk. Lehet, hogy ők is ránk, hogy tudják megtenni, érted, hogy pihizzenek. Hogy van az, hogy mi mindig találunk magunknak munkát? Még akkor is, ha nincs. Érted? Akkor is találunk. És emberek tudnak csak úgy pihizgetni. Hát éppen beszéltem erről a kérdésről, hogy van akik, mit tudom, 9 órát alszanak. Életben nem aludtam 9 órákat, érted? Életben sose. Még gyerekkoromban se. Igaz. Érted? És akkor erre volt egy mondás, hogy aki alszik, az nem, az keveset él. Aki sokat alszik, az keveset él. Érted? Aki sokat alszik, az keveset él. Tehát egy embernek igazából, ha van értelme az alváson kívüli létének, akkor 6-7 óra alvás elé. Érted? Nem 8-9. Tehát akinek 8-9 kell, az azért kell, mert napközben lefárad. Lefárad, illetve olyan dolgot végez, aminek nem sok értelme van. Hát az ember olyat csinál, aminek van értelme, akkor nem fárad el. Érted? Tehát hogy van az, hogy én arra képes vagyok, hogy mit tudom én, onnan, hogy fölkelek mondjuk szeminárium idején, mondjuk 6 órakor, vagy 3-6-kor, valahogy így, és toppon vagyok, azt mondja, hogy este 8-ig, meg még utána mondjuk 8:30-ig, érted? Sőt, még utána hazavezetek, akkor az azt jelenti, hogy 9-ig. Akkor számolt ki, hogy hány órán keresztül vagyok toppon. Az azt jelenti, hogy 15 órán keresztül, érted? És utána mondjuk alszok 6 órát, 7 órát, érted? Nem 8-at, 9-et. Nem is emlékszem olyanra, hogy mikor aludtam 9 órát. Érted? Tehát ez azért mondom, hogy ha az ember olyan dolgot végez, aminek van értelme és amit szeret csinálni, akkor nincs olyan, hogy elfárad. Érted? És akkor meg szoktam kérdezni, mit tudom, hány óra után nem vagy fáradt? Mondom, nem. És még mindig nem vagy fáradt? Még mindig nem. Érted? Mert olyat csinálsz, amit szeretsz. Megvan értelme. Megvan értelme. Szeretek, mert van értelme. Mert az ember csak olyat csinál, aminek van értelme, van, amit szeret, annak még nem biztos, hogy van értelme. Tehát ugye a kettőnek együtt kell lennie. Szeret és van értelme. Na jó, nagyon elhúztam az időt, úgy látom, most ránéztem az órára. Hát
Lényeg az, hogy gyere tudatosodni. Jó? Mennyibe kerül? Az első hónap 19.700, 30 óra képzést kapsz érte, oszd vissza 660 forint óránként. A második hónaptól 12.500, oszd vissza a 30 órával 420. Tehát a második hónaptól 420 forint óránként. Jó? Ennyi, ez ugye mostani ár, akciós ár. Ezt most tudod igénybe venni. Kapsz rá egy év árgaranciát. Jó? És várunk szeretettel. Minden szerdán, minden vasárnap van képzés. Mindig a szerdai 18 órai kezdéssel, a vasárnapi pedig fél ötös kezdéssel, egy vasárnap kivételével havonta, amikor ugye 11-kor kezdődik. Azt úgy hívjuk, hogy szeminárium. Az van 12 egy évben. És ha megnézed ezeket a képzéseket, próbáld ki, úgy tudod megnézni, úgy próbáld ki. Én azt javaslom, hogy próbáld ki 3 hónapra. Az 3 hónap alatt azt mondja, hogy 45 ezer forint durván a 3 hónap. Valamivel kevesebb, mint 45 ezer forint. Jó, és azért kapsz 90 órányi képzést. A második részben van, mint mondtam, a módszerek. Jó? Most szeretetteremtő kócsképzésünk van. A boldogság 5 feltételének első feltétele a szeretet. Tehát első feltétele a szeretet. Úgyhogy elég fontos témával foglalkozunk. Hamarosan az első hónap lezárul, egy hét múlva. És még lesz egy második hónapi szeretetteremtő kócsképzésünk. Úgyhogy várunk szeretettel. Mondom, próbáld ki. A 45 ezer forint az bagatell összeg ahhoz képest, amit máshol a tudásért fizetni kell. Várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!